Szia, ez Szemi, Honnan Fúci Akadémia, ebben a videóban fogok beszélni, mi húgysav, egy heterociklusos vegyület, a szén, nitrogén, oxigén, és hidrogénatom, húgysav, egy kémiai vegyületet. Alkotó, amikor a szervezet lebontja, anyagok, úgynevezett purinok találhatók, a májban, szardellát, makréla, szárított vabot és borsót, és a sör, a legtöbb húgysav, feloldódik a vérben. És utazik, hogy a vesék, onnan, hogy elájul a vizeletben, ha a testet termel, túl sok húgysav, vagy nem távolítja el elég belőle, akkor kap a beteg, vérvizsgálat kell elvégezni, ellenőrizni. Hogy mennyi húgysav, akkor a vérben egy másik teszt lehet használni, hogy ellenőrizze a szintet a húgysav ávizeletben. A referencia tartomány húgysav jellemzően 3,4 TO 7,2 mg, DL férfiak és 2,4-6,1 mg, DL nők, húgysav koncentráció felett és alatt normál tartomány ismertek, illetve mint hiperúrikaimia és hiporrismia, oka a magas húgysav az emberek lehet, hogy az emelkedett húgysav szint, az örökletes okok, diet tényező lehet, purin, magas fruktóztartalmú kukoricaszirap. És asztali cukor okozhat emelkedett húgysav szint, ászérum húgysav, emelni lehet a csökkent áll kiválasztás, a vesék ábőjt, vagy a gyors fogyás, átmenetileg elevött húgysav szint. És bizonyos gyógyszerek, mint például a diuretikumok, telítettség húgysav szint, a vér, vezethet az egyik forma vesekő, és vezethet köszvény, ez fájdalmas állapot. Az eredmény tűszerű kristályok, húgysav kicsapjuka, ízületek, kapillárisok, a bőr és egyéb szövetek, remélem ez az információ hasznos, köszönjük a figyelmet, Fóci Akadémia, kérjük, feliratkozás. Ossza meg ezt a videót, kedvenc, mint, és látogasson el a weboldal, fociacademy.com.